Kedves nézőink, Technika történeti emlékek Veszprém megyében címmel vár kiadásra egy könyv, a következő stúdió beszélgetésben erről tudhatnak meg többet. Köszönöm a stúdióban Vesztróci Lászlót, jó estét kívánok. Tanár úr, honnan jött a gondolat, honnan jött az ötlet, hogy ezeket a technika történeti emlékeket összegyűjtse, kötetbe rendezze? Hát tulajdonképpen az ötlet onnan jött, hogy én a szakmámnál fogva technika tanárként szakfelügyelő jártam a megyét több évtizeden keresztül, és hát amit láttam, azt följegyeztem, megnéztem. Hát akkor még nem fényképeztem, mert akkor még a fényképezés egy kicsit drága volt, még nehéz volt az utómunka. De hát aztán, amikor bejött ez a digitális világ, akkor újra visszamentem azokra a helyekre, ahol én valamit láttam. Természetesen hozzájárul ez az is, hogy rendszeresen gyűjtöttem elsősorban a megyei sajtóból az idevágó cikkeket, és azokat rendszereztem. Aztán 1996-ban megjelent Bándi Lászlónak a megyei, Veszprém megyei emlékhelyekről egy kötete, és amikor azt átlapoztam, akkor azt láttam, hogy ebben nagyon sok olyan is van, amely a technikához kapcsolódik. A kötetbe akkor bele is raktam mindenhova egy cédulát, amelyek ma is benne vannak, és akkor jött az ötlet, hogy ebből egy külön kötetet lehetne készíteni, kiegészítve műszaki emlékekkel, tehát tárgyi emlékekre gondolok elsősorban, tehát mozdonyok, tűzoltókocsik, traktorok, gépek és így tovább, hajók. És hát ez fokozatosan összegyűlt ez az anyag, és hát elrendeztem egy bizonyos metódus szerint. Körülbelül 60 település anyaga van benne. Hát az egész megyét felöleli. Ugye, ahogy itt az imént belelapoztam ebbe a kéziratba, ugye Ajkától Veszprémig, sőt Zircig, ugye Zirc az utolsó, Ajkától Zircig, egész megye területi. Mondhatjuk akkor tulajdonképpen több évtizedes gyűjtő munka eredménye, akár, hát így, van, akár így is mondhatnánk, és ez a kötet most ugye említettem kéziratban van, kiadásra vár, ugye úgyhogy itt most a reklám helye, majd erre még visszatérünk. Technika minden területét felöleli itt a megyébe, tehát gondolok itt arra, hogy ipar, építészet. Igen, építészet kevésbé, inkább ipartörténetű jellegű az egész, technika történet és ipartörténetű jellegű. De láttam benne mondjuk a viadukt, Veszprémi viaduktot is. Hát ha azt építészetnek veszük, akkor igen. Hány oldal ez a kötet? Körülbelül 230 oldal. 230, tehát névmutatóval, mindennel, irodalommal együtt körülbelül 230 oldal, B5 formátumú. És láttam, hogy képekkel gazdagon illusztrált. Igen, hát amiről lehetett, arról mindenről fénykép is van. Tanár úr, bizonyos értelemben ez értékmentés, értékőrzés is úgy gondolom, hiszen amit ön lefényképezett, megörökített, az nem biztos, hogy mondjuk 10 vagy 20 év múlva is. Így meg... van, és a múltat meg kell őrizni, mert arra lehet építeni a jövőt, mondta valamikor Széchenyi István. Úgyhogy ez a gondolat is vezérelt ebbe, és ez szerepel mottóként is a kötetben. Milyen szerkesztési elvet követett a kötetben? Szerkesztési elvek, tehát legyenek szobrok, az adott helyen milyen szobrok, emléktáblák vagy tárgyi emlékek vannak. Ezek képezték. És ha egy helyen, egy helyiségben több emlék volt, akkor hát időrendi sorrendet követve próbáltam összeállítani. Illetve maga a kötet, ugye betűrendbe sorolva. Igen, megy a községek. A község. Városok. Említette, hogy csak nem 60 vagy település, 60 települést ölel fel. Mennyire volt könnyű összegyűjteni ezt? Tehát azért végigjárni ezt a nagyon sok települést, mindenhol fényképezni, mindenhol megörökíteni azt, ami épp ott fontos. Kapott segítség? Ez több éves munka egyébként. Aztán ugye olyan dolog is van, hogy néha vissza is kell menni, ugyanúgy, mert nem jó a fénykép. Vagy például olyan egyszerű dolog, hogy van egy emléktábla, és az egyik felét süti a nap, a másik árnyékban van. Az úgy nem jó. Bár ugye ezekkel a programokkal, fényképeken sokat lehet javítani, összesen lehet hasonlítani a régi filmes fényképpel, még az ingyenes programokkal is sokat lehet javítani.
hogy az megfelelő legyen az ábra, hogy egyenesen álljon, lehet fordítani rajta. Úgyhogy ezek hosszú munka eredménye. Nem tudom, vette igénybe olyan segítséget, mondjuk az önkormányzatoknál segítették-e önt az egyes település önkormányzatok? Kellett-e egyáltalán? Hát volt, konkrétan tudom mondani, Balatonfüreden, amikor kerestem egy szobrot, ami a Badacsony oldala, Badacsony Tomajon volt ez, a hegy oldalába emlékmű, hogy az hogyan lehet megközelíteni. Volt ilyen, hogy megkerestem az önkormányzatokat. És gondolom, hogy készséggel segítettek általában, igen. Nem tudom, volt-e, ön említette, hogy sok évtizedig ön járta ugye a megyét szakfelügyelőként. Volt-e olyan, amit már nem talált, amiről volt feljegyzés? Hát volt, mert például ilyen eltett újságcikkben volt konkrétan egy város, egy községbe kiállított ilyen Hofer traktor. Hát az ma, én már nem találtam, úgyhogy azt már elvitték onnan. Hát annál is fontosabb akkor ez a kötet, mert igen, legalább ami... legalább megnézhető, hogy mi volt, és utána kereshető. És ami van, legalább azt megőrzi. Tanár úr, tehát ugye említettük, hogy a kiadásra vár most a könyv. Mondom, hogy itt a reklám helye, nyilván az szinte, ezt fölvállaljuk, ezt a reklámot. Nyilván anyagi akadályai vannak. Igen. Mi lenne a kérése? Kihez, kikhez? Hogy lehetne ezt leggyorsabban, legegyszerűbben kiadni? Hát önkormányzatokhoz lehetne fordulni. Elsősorban annak a 60 önkormányzatnak, amelyik szerepel benne, hogy valamivel támogassák. Volt egy próbálkozásunk a Megyei Honismereti Egyesülettel. Tavaly pályáztunk vele a Vidékfejlesztési Minisztériumnak egy pályázatára. Sajnos nem nyert. Úgyhogy maradt minden a régibe. Van-e valami hivatalos szervezet, ami emögött áll, ön mögött áll, aki esetleg fordulni lehet támogatás? Csak a honismereti egyesület, de hát ugye annak ilyen anyagi pénz lehetősége nem nagyon van. Tehát aki önt akarja, illetve könyvet akarja támogatni, az forduljon a honismereti egyesülethez. Tanár úr, hát akkor nagyon bízunk benne, hogy sikerrel jár, és mi is próbálunk ehhez a magunk eszközeivel hozzájárulni. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Szépen.